És ez azt jelentette, hogy művelkedtem sajnos tragédiák az életemben, 18-as koromban meghalt édesanyám, és 30-es koromban meghalt a édes kis testvérem, az öcsém, és valahogy úgy éreztem, hogy nekem, ami kép bennem van róluk kialakult, az a fotó elégtelen, és szeretném őket megjeleníteni, ahogy én látom őket. És elővettem egy fényképet az unokamról, elkezdtem egy rajzolni vízfestékkel, utána elkezdtem festeni, és ahhoz képest, hogy amit én elgondoltam, akkor sikerült, utána megint festettem egy másik festményt, és ahogy nekem ez egy megnyugvást adott mentálisan, hogy festettem, utána nem volt kérdés, hogy én fessek, és utána törekvés, hogy technikailag odáig eljussak, hogy tényleg megfessem. Az öcsémet hál' Istennek már sikerült, hogy megfestenem, édesanyám az még nem mertem hozzányúlni még. Milyen érzés és élményvilágot próbál közvetíteni a művész Mexikóból? Mexikóból próbálom áthozni a napfényt, a nyugalmat, az embereknek a mentalitását, és azt másképp is lehet élni, nem egymásban, hanem egymás mellett is lehet élni az embereknek, és valami ilyesmit próbált megfogalmazni. Mindent mellett meg maga az élővilága Mexikónak nagyon gyönyörű, engem lenyűgöz, amikor először utaztam ki, két hétig csak a növényeket figyeltem, moziztam rajtuk, lenyűgözött. Ez a festmény, ez Palenquébe készült. Palenque ez egy hegyi város, egy régi történelmi hegyi város és piramisokkal. Itt igazán tényleg érezni azt az erőt, azt a rezonanciát, maga a város miatt, maga az építmények miatt, meg maga az, hogy 2200 méteren van fönt, és ahogy tagolódnak a hegyek, az mondják, hogy egy 50 métereket már látni, olyan erős a pára, csöpög a növényekről, és ott egy-egy fa, nincs olyan, hogy egy fa, meg egy-egy bokor, hanem egy fán még van még egy inda, még egy másik növény, még egy másik virág, 5-6 féle dolog él meg egy helyen, egymáson, egymáshol, egymás mellett. Úgyhogy ezt próbáljuk. Hogyan jutott el Mexikóig? Hogyan jött az ötlet, vagy hogyan került ki oda? Igazán, de hál' Istennek ez is egy szerencsés történet, a Jóisten nagyon sok szerencsés történettel áldott meg hál' Istennek, negatívból és pozitívból is, de ha az ember a negatívabból is tud tanulni, akkor is csak a Isten lehetődik, akkor a pozitívban meg tudja élni, van a kárpótlások. Hál' Istennek én hentesen tanultam és autodidaktam módon képeztem magam festőnek, már 14 éve, hál' Istennek, sikeresnek és szerencsésnek mondhatom magam. És egyszer, amikor dolgoztam egy étterembe, konyhamészárosként, ott megismerkedtem egy szakácsfiúval, aki utána kiment Mexikóba, és a másfél éves ismerkedésünk, olyan barátok voltunk egymás mellett, az kitartott addig, hogy 10 év át gondoltuk egymásra, ugyan mindent a másikkal. És amikor jött haza látogatni, egymásra találtunk, beszélgettünk, meghívott magához. Nagyon sokáig nem tudtam megcsinálni, mert a hitelek, a bank, a család, az egyebek nem engedett. De amikor ezeket a dolgoktól, ez egy hosszabb történet, de amikor ezeket a dolgoktól meg tudtam szabadon eladni a házamat, egyebeket, akkor legelső dolgom az volt, hogy megvegyem Mexikóba egyet, meglátogassam a barátomat, és ott megint egy új korszak indult.